házasság hetében jelenti be a Nemzeti Múzeum azt a nagyszabású kiállítását, amelyet idén decemberben fog megnyitni, Magyar Mennyasszony címmel. Kiállítás terveink szerint 1522-es évszámmal kezdődik, és ennek az az oka, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum textilgyűjteménye őrzi Magyarország legrégebbi esküvői öltözetének tartott darabját, ami nem más, mint Mária királynének a menyegzői viselete, amit II. Lajos a kötött házasságakor hordott. Hát tulajdonképpen 500 év esküvői szokásainak a változását szeretnénk bemutatni Kárpát-medencén innen, különböző népcsoportok, felekezetek és társadalmi osztályok szerint. A Magyar Nemzeti Múzeum az utókor számára szeretné megőrzni nem csak a közgyűjtemények, hanem a lakosság esküvői történeteit. Több ezer fotót ajánlottak már föl, amelyeken az elmúlt 150 év sok-sok szép pillanata és esküvője, mennyasszonya látható. Gyerekrajzpályázat és sok egyéb más kísérő program az, ami teljesíteszi a Magyar Nemzeti Múzeumnak a kezdeményezését. Amennyiben van hozzá tárgy, tehát hogy fennmaradt akár egy esküvői ruha, dísz, ruha, de ugyanígy lehetnek szerelmes levelek, lehet a nászajándékból tárgyak, tehát hogy nagyon változatos tárgyegyütteseket is várunk. Ebben a dobozban már egy restaurált tárgyat, egy ruhaderekat láthatunk. Ez egy korai 1867-es ruhának a ruhaegyütteshez tartozó úgynevezett menyecske. Vannak királynős korszakok, amikor újra abroncsos szoknyák vannak, meg egy hagyományos fűző, ami így a 19. század, meg azt megelőzően. A kiegészítőkben, aminek most újra konjunktúrája van, pedig egy időben teljesen eltűnt, azok a különböző, a Mirtusz koszorúnak különböző, tehát ezeknek a fejdíszeknek, a fátlaknak, ami például a ruhákat illeti, tehát a Mária királyné ugye még zöld, az, hogy fehér ruhában mióta házasodunk, tulajdonképpen már a 18. században is volt divatos a fehér ezüst, de tulajdonképpen itt igazából az anyagoknak a drágasága, a díszítések, az ékszerek, azok, amik a különleges alkalmat meg kellett, hogy pecsételjék, de vannak időről időt, tehát például a 70-es években nagy divattá válik a színes esküvői ruha. Az egyéniség kifejezése az, ami egyébként leginkább a 20. századtól jellemzés, annak is a második felétől a mennyasszonyt, amikor igenis az van, hogy az ő személyiségét kell, hogy kifejezze a ruhája, és ezáltal nagyon sokféle. Szeretnénk, hogyha a Magyar Mennyasszony kiállítással ráirányítanánk a figyelmet a házasság fontosságára, a család jelentőségére. Egyrészt már jó dolog mennyasszonynak és királynőnek lenni, így egy napig, és föld fölött repülkedni egy méterrel. A másik meg az, hogy azért tényleg egy szövetséget pecsételünk meg azzal, hogy egy fogadalmat teszünk a szeretteink, a családaink és a barátaink előtt, ami több, mint egy sima együttélés.